Civil kezdeményezésre tengerparti körülmények között 8 standdal várják a veselényis diákok és a munkaegyi szakemberek az álláskeresőket pénteken Sóston 10 és 14 óra között. Az önkéntesség jegyében próbálják az állástalanokat felkészíteni az új munkalehetőségre. Mint Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, május 1-e és december 31-e között a város is értékteremtő közfoglalkoztatásra nyert el Európai Uniós forrást. Ismételten sikerült elnyernünk az országos közfoglalkoztatási programból 109 fő 8 órában történő alkalmazására 109 milliós forintos keretet. Értékteremtő tevékenység végzésére lehetett pályázni, ebben a körben pedig kifejezetten olyan pályázatot nyújtottunk be, ami Nyíregyháza turisztikai vonzerejének számító Sóstó gyógyfürdő, Bújtosi Városliget és az elmaradott helyzetben lévő keleti lakóparkon végzett úgymond értékteremtő, tehát valamilyen módon megmaradó tevékenységet fog eredményezni. Így sétányokat, esőházakat, kerékpártárolókat és pihenőpadokat építenek majd a közmunkások. A városvezetés beszámolta a költészetnapi rendezvényekről is. Április 11-én hétfőn a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár elé várják a középiskolásokat, míg este a Vikár Sándor zeneiskolában folytatódik a Szabolcsi megyeszékhelyen az ünnepi műsor.